Van enyve? Nem. Akkor már régen telefonált volna a pénz miatt. Májra ismerett Tonyt. Lehet, hogy megpróbált megszökni. Bill pedig közben megölte valahogy. Sajnálom. Más magyarázatot sajnos nem tudok. Édes Istenem! Sajnálom. Ne. Erősnek kell lenned. Azt akarod, hogy Clarkot nevezzék ki igazgatóvá? Nekem kell átvennem Tony helyét, amíg ő nem jön vissza. Rachel miért ellenzi? Nem tudom. Talán mert Tony kidobott innen. Csak te tudsz segíteni nekem. Én ismerem a céget. Nagyon megalázó lenne számomra, ha nem engem neveznének ki igazgatóvá. De Tony vissza fog jönni. Nem, mama. Nem fog. Nem aludt? Nem. Parancsoljon. Hogy érzi magát? Jobban, köszönöm. Maxről szeretnék beszélni önnel. Jó, foglaljon helyet. Mindenkit megrázott, ami történt. Csak úgy jutunk túl a krízisen, ha mindnyájan összefogunk, és megbocsátunk egymásnak. Felejtsük el a múltat. Ahogy ön megérkezett ebbe a házba, az egy kicsit különös volt, drágám. De ez nem igazán számított, mivel Tony nagyon szerette önt, Rachel. Istenem, úgy beszélek Tonyról, mintha már nem volna köztünk. Ez egy nagyon erős és összetartó család, tudja, kedvesem? Tony volt a család feje és a vállalat vezetője, mióta az édesapja meghalt. A jólétünk a vállalatnak köszönhető, és közülünk csak Max ismeri a vállalatunk ügyeit. Kérem, ne alázza meg őt azzal, hogy ellenzi a kinevezését. Max a fiam. Az egyetlen gyermekem, Rachel. Én megértem önt, Victoria. Nyitva! Szervusz, fiú! Na, mi újság? Hello. Peter személyesen akarta veled kezelni a jó hírt. Milyen jó hírt? Holnaptól kezdve te és Annie a Stagdale házban fogtok élni. Mi? Lesz munkátok, Daniel, lesz mit ennetek, lesz fedél a fejetek fölött. Mit szólsz hozzá? Mi van? Mi a baj? Talán nem örülsz neki? De... csak ez nem lehet. Daniel, ez ostobaság. Miért ne lehetne? Azért... Martin, nem mehetünk oda. Mi ütött beléd, Daniel? Ön tudja miért. Ők olyan kedvesek velünk, mi... Egy pillanat, annak már vége. Ne törődj vele! Vége? Hogy ne törődjek vele? És mi lesz Max-el? Mi lenne Max-el? Neki meg mi köze van ehhez? Elmondom neki. Tudja, hogy David Largeman kicsoda? Nem. Nos, David Largeman és Max ugyanaz. Nem.
Daniel, ez biztos? Ő bérelte fel Annie-t. Daniel, miért épp most kellett ezt elmondanod? Peter munkát és otthon szerzett neked és Annie-nek. Szólnom kellett. Neki is tudnia kell. De Daniel, én ezt nem hiszem el. Tudod, Rich beszélt vele telefonon, és biztosan megismerte volna a hangját. És az Inas, hogy is hívják, Martin? James. Igen, James, ő is beszélt vele. Annie mondta, hogy Max az, aki felbérelte a csalásra. Megfenyegette, hogyha beszél, rajtam áll bosszút. A család érdekében megpróbálom lehiggasztani a kedélyeket, és lezárjuk a múltat. A jövőt kell szem előtt tartanunk. A család a Stockdale vállalattól függ. Egyezzen bele abba, hogy Max legyen az igazgató. Nála jobban senki nem ért a vállalat ügyeihez, és ha nem őt nevezzük ki, abból csak pletyka lesz. Victoria, ezt én is tudom. De azt is, hogy Max kezdettől fogva éppen ezt akarta. Meg akarta szerezni a vállalatot. Ezért vett feleségül engem Tony nevében. Nagyon kérem, hagyja ezt abba, nem szeretnék többé erről az ügyről beszélni. Nem tudom elhinni, amit Nexről állít. Elvégre ő a fiam. Nem tudom elhinni, hogy olyan szörnyeteg, mint amilyennek lefesti. Inkább azt hiszi, hogy én vagyok a szörnyeteg. Én lassan már senkinek sem hiszek. Felejtsük el ezt a históriát. Tonyt is el akarja felejteni. Rachel. Könyörgöm önnek, Rachel. Kérem, tegye meg az én kedvemért. Meg fog érteni, amikor majd önnek is lesz saját gyermeke. Mit mondott? Beleegyezett. Tényleg?